Újrahasznosított alapanyagokból készítettek ötletes tárgyakat a Nyírvasvári Általános Iskola diákjai. Ezeken a rajzokon pedig a környezetvédelem fontosságára hívják fel a figyelmet a fiatalok. Az intézmény hétfőn vehetett át Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet a tárca helyettes államtitkárától. A program indulása óta eltelt 6 évben 100-hoz közelít a tudatos fogyasztókat nevelő intézmények száma az országban. A nyírvasvári tagintézmény a 99. a sorban. Mindenképpen fontosnak tartottam, hogy a tudatos fogyasztóvá nevelést már kicsikortól megalapozzuk a gyerekek életében, mivel már a Penészleki tagintézményünk, illetve az Encsencsi székhelyintézményünk elnyerte a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő címet, ezért mindenféleképpen szem előtt tartottuk, hogy a nyírvasvári tagintézményünk is vegyen ebben a pályázatban részt. A programnak számos eleme van. Az újrahasznosítás a környezetvédelem mellett a tudatos vásárlásról, internethasználatról és a helyi termékek szerepéről is sok információt kapnak a fiatalok. A fenntartó Mátészalkai Tankerületi Központ ezért támogatta az iskolakert kialakítását, az önkormányzat pedig a saját fóliasátraiban termelt zöldség, gyümölcs helyi felhasználásának fontosságát mutatja be a gyerekeknek. Az önkormányzat közmunkaprogram keretében foglalkozik mezőgazdasággal is, és a gyerekek ugye tőlünk nem messze átjárnak a fóliához, nézik, hogy mit milyen formában lehet megtermelni, azt felhasználni, hogy nem minden csak a boltból vegyünk, úgyhogy nyilvánvaló, hogy ezt szeretnénk majd az óvodába is átültetni a gyerekek fejébe. Az eseményen részt vett Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője is, aki elmondta, a nyírvasvári intézmény pedagógusai közül többen foglalkoznak háztáji gazdálkodással, ami a személyes példamutatás miatt fontos a gyerekeknek. A vásárlói tudatosság és a környezetvédelem szorosan összefügg egymással, és itt az általános iskolákban, főleg, hogyha a tantestület is példát mutat, mint itt például Nyírvasváriban, akkor a gyerekek megtanulhatják a tudatos vásárlással, hogy kell a környezetünket védeni. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2016 óta ír ki minden szeptemberben ilyen pályázatot az oktatási intézmények számára. Magyarországon erős a fogyasztóvédelmi hatósági rendszer is, illetve a békéltetőtestületi rendszer, de úgy tudunk igazán hatékonyak lenni így intézményrendszer szintjén is, hogyha a fogyasztók is tudatosak, tehát amikor vásárolnak, akkor tisztában vannak a jogaikkal, igazából döntéseket hoznak már a vásárlás előtt is, hogy minél kevesebb fogyasztói problémára kerüljön sor, vagy pedig sokkal jobban tudják érvényesíteni a jogaikat. Az Encsencs, Penészlek, Nyírvasvári általános iskolákban összesen több mint 300 diákot oktatnak. A nyírvasvári tagintézményben tanuló 84 gyermek 70%-a hátrányos helyzetű. A pedagógusok szerint ezért számukra kiemelten hasznos lehet a tudatosabb fogyasztói szokások elsajátítása.